104 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok, velünk történt című magazinműsorunkat hallják, és benne a Gara Mentort, ez is nagyon-nagyon népszerű, rengeteg visszajelzés jön, és akkor hát a két szereplő egyik vonalunk végén Vörös Vikó Viktor. Szia Viktor, üdvözöllek! Szia Osi! Köszönöm szépen, hogy itt vagy, a másik vonalunk végén pedig Varga Otto. Szia Otto! Hello, szia, sziasztok! Köszönöm, hogy rendelkezésemre álltok, kezdjünk Otto veled, milyen szerepet vállalsz a Garákon, mit csinálsz ott, a mostanin mit fogsz csinálni, és előtte mit csináltál? Hú, hát nagyon egyszerű, amit én csinálok, én csak, hogy mondjam, dokumentálom az eseményeket, ha lehet így is mondani, videókat csinálok, illetve fotózni szoktuk ugye az egész rendezni, ugye végig, ahogy lemegy ez az egész. Milyen melóval jár ez neked? Sok. Hát iszonyat sok melóval, mert ugye úgy kell képzelni ezt az egész helyzetet, hogy ugye vasárnap elkezdődik ugye a fáklyás felvonulás, mi már ott előtte azért ott már mozgolódunk, meg dolgozgatunk, meg fotózunk. Körülbelül úgy kell képzelni, hogy nem sokat alszunk, mert ugye aznap már ugye kitoljuk a galériát is ugye a Facebook oldalra, illetve egy kis összefoglaló kis mini after videót is. Hát ami úgy jár, hogy őszintén szóval hogy azon a héten körülbelül én így napi ilyen 2 órákat szoktam aludni, hogy végig ilyen 2 óra, 3 óra esetleg, hogyha nagyon szerencsém van. Mert annyit úgy kell képzelni ezt, hogy ahogy mi kint vagyunk a Garabancás napon, mi úgy kell képzelni, hogy ott vagyunk kint végig a Gara Citybe. Szóval reggel elindulunk, ott vagyunk kint, este végzünk, hazamegyünk ilyen este 9-10 fele, szóval melós azért, azt hozzáteszem, hogy nagyon melós. De azért egy dolgot mondjunk el, Otto, figyelj, örök mondás, aki sokat alszik, keveset él. Ez biztos, ez így van. Viktor, azaz Vikó, most így foglak hívni, te, neked mi a szereped a Garán? Hogy kerültél bele? Hát én először 2008-ban vettem részt a Garamanciás napokon, startupként. Külön pozitívum, hogy az akkori résztvevőkből pár a mai napig egy barátigat alkotunk, szóval nekem ilyen szempontból is fontos ez a rendezvény. Később sikerült jelöltként csalmadék helyet hozni a közvélemet, azt hiszem 2011-ben, de előtte is utána is szervezőként dolgoztam. Jelenleg a Gara City biztonsági és technikai Értem, hát ez lett volna hozzád a következő kérdésem, hogy a Gál Ferenc főiskola udvarán, ami ugye pár éve már ott van a Gara City, hogy ott mi a feladatod, de akkor ott el is mondtad konkrétan, hogy mivel foglalkozol. Igen, gyakorlatilag én nyitom és zárom a Cityt, ami reggel 7-től 10-ig tartó ottétet jelent. Persze vannak segítőim is, kell be tudom osztani a dolgokat. Tehát elég sok szétia a dolog, amit ott csinálni kell. Például a stábok folyamatos ellenőrzése, segítése, faházaikra, aki van rakva a telefonszámom, és elég szívesen szokott csörögni abban a helyzetben. Mikkel keresnek meg a legtöbbször? Hát például, ha elmegy az ára, szemetet kell elszállítani, eléggé nehéz felsorolni a tennivalókat. Emellett a központi rendezvényeken, happeningek, kampai koncertek záron, és én vagyok a színpad melletti segítő. Az igazából ez egy egész napos ott lét. Nehéz felsorolni, hogy milyen kérdésekkel foglalkozzam, de... Ott úgy említetted, hogy neked milyen feladataid vannak, hogyan kapod el a legszebb pillanatokat abban a hatalmas nyüzsgésben? Egyszerű, úgyhogy ugye egész nap ugye kint vagyok ugye a Garabanciás Cityben. Körülbelül így, hogy mindenhova járkálunk, ugye ketten szoktunk járkálni ugye, hogy minél több mindent tudjunk rögzíteni. Hát figyelj, pillanatok. Lényeg, hogy közvetlenség legyen meg, közvetlenek legyünk ugye a gyerekekkel, és így emiatt ugye nagyon jó kis pillanatokat meg tudunk örökíteni, és mondom, ez az előnye, hogy tényleg kint vagyunk egész nap. Reggeltől estig ott vagyunk a Garabanciás Cityben. Ennyit tudok így erre hirtelen mondani. Szerinted melyik a legszebb pillanata ennek a rendezvénynek ott? Legszebb pillanata szerintem az egész egy nagyon szép rendezvény, szóval maga az egész Garabanciás napok egy iszonyatosan jó rendezvény. Nagyon örülök, hogy tényleg ez meg van rendezve Békés Csabán. De maga a legszebb szerintem maga az eleje, ugye a vége, ami ugye keretbe foglalja az egész rendezvénysorozatot. Ugye az eleje az, hogy mennyire izgatottak a gyerekek, mennyire örülnek, hogy végre csak róluk szól ez az egész hét, csak az ő, hogy is mondjam, eseménysorozatnak ez az egész rendezvény. És ugye maga a vége, ugye, hogy ott már az izgalomról szól, mindenki ideges, mindenki izgul, iszonyatosan jó pillanatokat lehet elkapni. Ott van sírás, nevetés, öröm, szomorúság, szóval ott maga az érzelmeknek a tárházát lehet ott fotózni, illetve videózni is, ami ott megtörténik ott a végén. Neked egy igazi Kánoán akkor az ott, aztán minden van, ahogy felsoroltad. Minden így van. Vinkó, neked milyen a diákokkal dolgozni, és esetleg hogyan lehetne a te munkádat könnyebbé tenni? Mi a javaslat nekik? Ez egy jó kérdés. Hát én a diákságot a
Tora idején két csoportra szoktam osztani a happy-et. Az első a részvevős társadalmak, kompányfőnökök, jelöltek, zsűrik, akik önkéntes alapon csinálják ezt, és nem is akárhogyan. Ha nem lennénk ott, el se hinnénk, hogy szinte évről évre dokibbak, eljutottabbak is. Velük nagyon szeretek együtt dolgozni, ha csak egy hatalmas élmény segíteni. A másik csoport a problémások, ők a City belátogató külsős vendégek. Ugye ez egy ingyenes látogató rendezvény, nem tehetjük meg, hogy szerintünk nem oda illő embereknek érhessenek be a területre, és itt rá is térnék arra, miben kérném a szervezőt a jövőben. Ugye a szervezőség alkalmaz biztonsági szolgálatot a Bajaszti területére, de az iskolák sátraira, építményeire, saját értékeire a szervezők a felelősek, ezért egy olyan ötlettel fordulnék hozzájuk, hogy szervezzem a saját iskolájukból megbízható, életerős felfőből álló külön szervezőt, akik a saját helyükre figyelnek folyamatosan. Szerintem még biztonságosabbá tehetni a rendezvény légkörét, mert a garamanci esőzője nem csak a szervezőkön, hanem az adott részvevőkön is múlik. Tökéletes. Valami jó tanács még esetleg így a végére? Vigyázzanak egymásra, és élvezzék mindenféleképpen ezt az esetet, mert ez életkitésnek is van. Ugyanezt tudom én is mondani, hogy becsék meg azt az egyhetet, mert ez tényleg csak róluk szól, és nagyon vigyázzanak egymásra. Tökéletes. Szuper, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, további jó egészséget nektek. Hogyan telnek napjaitok? Még ennyit gyorsan egy-egy mondatban a végére. Mikó, mondhatod? Nagyon kellemes, hogy hát én hazaköltöztem Békésevár, és a lakást felújítottam, így nem unatkoztam a unatkozó karantén idején, és várom a minden jobb. Hát ugye én Budapesten élek, már lassan 2 éve, én itt is lakok, hát én home office-ban élek, körülbelül nyugalom van, békesség van. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre álltatok, és további akkor jó egészséget nektek, és akkor folytatjuk majd. Remélem itt a garán viszont hamarosan. Köszönöm. Viszont kívánjuk. Köszönjük. Velünk Történt című magazin műsorunkban a Garamentort hallották. Mindjárt folytatjuk az E-Ovival.